Szegő Péter, hvg.hu. Azt én kell mondani, hogyha kiderül, hogy plagizált, akkor lemond el. Én, mint az egyetem bolkonstrektora doktorrá fogadom önt. Amennyiben kiderül, hogy Schmidt Pál plagizált, tehát az egyetem bizottság megállapítja, akkor le kell mondania? Azt gondolom, igen. Hát várjuk meg a bizottságnak a véleményét. Csak tételezzük fel, hogy azt mondja, hogy plagizált. Tételezzük föl, de föltételezhetünk mást is, úgyhogy amikor itt az idő, akkor kell majd erről nyilatkozni. Igen vagy nem? Történelemben nincsen ha. Jövő időre nézve van? Szerintem nincs. A kormánynak a mindenkori köztársaságának támogatnia kell. Nem kommentálok, nem kommentálok. Igen, vagy nemet lenni kedves mondani. Elnézést kérek, nem kommentálok. Uram, Oszkó Péter, mit keres a vizérbe? Hogy plagizált. Igen, vagy nemet lenni kedves mondani. Oszkó Péter, mit keres a vizérbe? Erre kérem a választ. Ja, Istenem, ezt most hadd ne válaszoljak most hirtelen. Nem tudom, nem tudom. Csak egy igen, hogy nemet mondjon, tehát... Nem nyilatkozom, ennyi. Én úgy gondolom, hogy Schmidt Pál minden törvényt és minden előírást betartva írta meg a kis doktoriát. Nézze, ezen vizsgálódik most a bizottság, én csak kérdezem, hogy ha, tehát ha megállapítja, hogy plagizált, ebben az esetben le kell mondania? Ha odaérünk ehhez a folyóhoz, akkor majd megmondom. Csak annyi, hogy igen vagy nem, mondjon el vagy sem. Semmit. Nem tudok ebben most belekapcsolódni, most más dolgom van, elnézést kérek. Elviekben nem tartom helyesnek, hogy valamit feltételezünk, és abból kívánunk következtetéseket levonni. Várjuk meg az eredményt, és majd azt követően akár a saját álláspontomat is elmondom, még akkor is, hogyha ez a frakcióitól eltér. Nem szeretem az ilyen vagylagos előre való állásfoglásokat. Ha megvan a papír, tudjuk, akkor fog nyilatkozni erről. Annyit lenkves, csak kérdés hadd tegyem föl annyit, hogy le kell mondani a Schmidt Pálnak. Mondtam, hogy önnek nem adok interjút. Szerintem nem, ugyanis hamisan tájékoztatták a közvéleményt, mert hallgattam a tényfeltárást, úgyhogy ez egyértelmű hamis, amit csináltak, mert a könyv az 95-ben jelent meg. Ez pedig, ez a kézirat a NOB múzeumában volt egyetlen példányban, amit viszont a Schmidt Pál kiegészített. Van egy felvetés, és van egy cáfolat. Hát várjuk meg a szakértőbizottság vizsgálatát, jó? Ez egy nagy hűhó volt semmiért. Talán kellene azoknak a doktorátusa után kutatgatni, akik a Foxy Maxi. Csak ha a bizottság megállapítja, csak ezt tételezzük fel, akkor... Állapíthat meg, mert én a tényfeltárót hallottam. Azt mondja, Schmidt Pátról kérdezzék meg. Nem. Jó, meg kell mondani, hogy Szegő Péter, hvg.hu. Azt én kell mondani, hogyha kiderül, hogy plagizált, akkor lemond el. Köszönjük szépen.